A strandok környékét, a piac területét, a belvárost és a parkolókat is járták a diákok a nyáron. Tájékoztatókat osztottak, melyekkel a különböző veszélyekre hívták fel a figyelmet. Ezeken szerepelt az is, hogy mit tehetnek vagyontárgyaik védelmében az emberek. A tanulók élvezték a munkát, voltak, akik nekik köszönhetően kaphatták vissza elvesztett értékeiket. Közösségi szolgálatnak is jó élmény volt, 2 osztálytársammal jöttem, és egyébként találtunk is 4-5 autót, amelynek nyitva volt az ajtaja, de szóltunk a rendőröknek, és akkor ők pedig szóltak a tulajdonosnak. Néhány tárgyat is adtak, például telefonok, de ezeket is visszaadtuk a tulajdonosnak. Mintegy 50 diák dolgozott a bűnmegelőzési irodában a nyáron. Nekik mondtak köszönetet. Elhangzott, az elmúlt években nagy mértékben javult a közbiztonság keszthelyen. Ez a tendencia idén is folytatódott. A tanulóknak is köszönhető, hogy ebben az évben sem történt lopás, sőt 23 mobiltelefon sikerült a tulajdonosának visszaszolgáltatniuk. A társadalmi felelősségvállalás azt gondolom nagyon jó dolog, hasznos, és mindenkinek az előnyére válik. A gyerekek itt olyan dolgokat tudnak megtanulni, ami a későbbi életük során hasznos lehet, illetve segítik a közösséget, segítik a várost, segítik az életteret, ahol ők élnek. Mindenféleképpen fontosnak érezzük azt, hogy ez a munka hasznosan és eredményesen teljen el, olyan feladatokat lássanak el, ami mindenkinek fontos, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Keszthely egy biztonságos város legyen, és biztonságos város maradjon. Manninger Jenő polgármester elmondta, hálával tartozik a fiataloknak. Már 22. alkalommal üzemelt a bűnmegelőzési iroda Keszthelyen, melynek töretlen a sikere. Az önkormányzat ezért is támogatja őket, hiszen a közbiztonság megtartása fontos mind a lakóknak, mind a turistáknak. Keszthelynek is az az egyik legfőbb értéke, mint üdülőhely is, meg hát sem a lakóhely is, hogy egy biztonságos hely. Biztonságos a nyaralás, biztonságos a turizmus, és hát ha tényleg nem történt sem olyan esemény, tavaly sem egyébként, meg idén sem, az nagyon fontos, hogy ezt a hírnevet megőrizzük. Ráadásul a fiatalok még nagyon sok mindenben segítettek is. Köszönjük szépen! A diákoknak köszönetet mondtak a hatékony munkáért, ajándékkal ismerték el tevékenységüket. A bűnmegelőzési iroda várhatóan jövőre is megnyitja kapuit.